Hogyan indul egy hétköznapi reggel? Fölkelek nagyon gyorsan, elkészülök elképesztően gyorsan, bevágom magam az autóba és elindulok a hivatalba, az irodába, vagy pedig hát oda, mert hogyha próbára is kell menni, az később van. Mi volt a legmerészebb, amit eddig megtettél? Szerenádot adtam egy hölgynek. Mit nem mertél megtenni, de vonzott? Igen, nem lettem mozdonyvezető. Pedig, hát most inkább az jutott eszembe egyébként, hogyha még egyszer neki szaladhatnék ennek a karrier dolognak, akkor vagy pilóta, vagy pedig foci menedzser lennék, de szerintem mind a kettő tehetségtelen vagyok, de na, most ez vonz. Mit próbálnál ki, ha egy napra nő lehetnél? Hát ez kemény. Hát nem tudom, az, az igazság, hogy szerintem nem tudnék mit kezdeni a helyzettel. Nem tudom. Szerintem nem görcsölnék rá, egyszerűen hagynám, hogy mi történik. Nem, hirtelen nem lenne ilyen, hogy most akkor nagyon gyorsan, mert még van pár órám, és akkor hogy próbáljuk ki, de nem hiszem. Milyen zenei stílus áll hozzád a legközelebb? Progresszív metal. Mi az, ami igazán boldoggá tesz? Az, hogyha béke van, az boldoggá tesz. Tehát, hogyha béke van a munkámban, ha béke van az életemben, ha béke van a környezetemben, ha béke van a közösségben, ott, ahol éppen aktívan dolgozom, az nagyon boldoggá tesz, mert elképesztően, és ez is egy rossz tulajdonságom, hogy nem tudok dolgokat, vagy apró dolgokon is nagyon, apró dolgok is nagyon megviselnek, és nagyon feszülté tesznek. Hogyha valami nem működik, vagy nem úgy működik, vagy ilyen apró feszültségek, akkor az engem nagyon, nagyon ki tud készíteni, de hogyha ez nincs, azt látom, hogy harmónia van a térben, és a lélekben, és a szívben, akkor az boldoggá tesz. Mi kell ahhoz, hogy büszke légy magadra? Egy jó teljesítmény, de az nagyon jó kell legyen. Az nagyon jó kell legyen. Hát nem azt mondom, hogy nem volt ilyen, volt egy pár, de azért kell dolgozni rajta. Mit kívánnál az aranyhaltól? Sok kilót mínuszba. Most biztos. Vagy valami olyan edzésprogramot, amiért nem kell ennyit ki dolgozni.